Sziasztok srácok, itt Zsomát köszönöm mindenkit egy újabb ládanyítós videóban, és az a helyzet, hogyha nem tudnád, ebben a videóban a ti ládanyítókat nyitottam ki egy Facebook livestream keretein belül, és ha te is szeretnél a következő ládanyítós livestreamre ládákat küldeni, akkor nézd végig a videót, és ott minden információt meg fogsz találni. És talában elkezdtem posztolni elég sokat a másik csatornámra, a Zsombi Szarkára, ahol vlogok mellett egyéb izgalmas tartalmakat találhatok, úgyhogy ha érdekel még több hülyeség, vagy bármi érdekes dolog, amit még én szoktam posztolni, és nem gaminggel kapcsolatos, akkor iratkozzon mindenféleképpen arra a csatornámra, hát ilyen menő érdekes videókat is szoktam posztolni. Na de ennyit szerettem volna mára, mindenféleképpen fontold meg a feliratkozást a másik csatornámra, hogyha lázba hoztalak, és várlak a livestreamben, a mai napon a Facebookon, link a leírásban, és hát akkor nem is húznám tovább az időt, jó szórakozást a videóhoz. Na, akkor, ugye itt vagyunk az első karakteren, Milan karakterén tulajdonképpen, ahol van 64 kis box, egy big box és egy mega box, az ugye pont amúgy 77 láda, szóval épp hogy csak megütötte a limitet, de ez minket nem érdekel, minket az érdekel, hogy nyitjunk neki karaktert, 25/33-nál tartunk, Nem rossz, azt kell mondjam, 3 epic hiányzik, 1 mitik és 4 legendary. Azt mondta talán nekem, hogy valakit fejleszek, igen, a Barley-t, hogyha van rá goldom, valamint talán Rico, nem Rico-t, Barley-t, jó. Jó, akkor Barley-t fejlesszük, amint van rá gold. Nézzük a drop rate-et egyébként, hogy hogyan is állunk. Mennyi esünk van? 0,56, 0,25 és 0,06. De legendary-e nem túl sok, valószínűleg nemrég nyitott valami brawlert, de nézzünk is meg, hát ha szerencsénk lesz. Sziasztok! Hát, jó. Ilyen nincs, érted? Elkezdek ide, meg az Mr. P. Azt nézd meg, Mr. P. Le akartam fotózni, de nem sikerült. Hát! Ez mi a rendszer? Hát jó van. Oké, megyek, szia. Kiégek. Ez nem hiszem. A hagyadik dobozból? Kb. A harmadikból? Vagy valami ilyesmi. Hát ez ilyen nincs. Akkor ugye fejlesszük a Barley-t. Jó. Gyere ide, Barley. Nyithatunk rá Star Power-t. Tökéletes. Na. Haladjunk tovább akkor. Na. Ott is van. Bora Star Power. Tökéletes. GG Milan. Hát... egy Star Power, egy Mr. P. Szerintem ez egy boldog nap volt számodra. Na de, nézzük is meg a 11.000 kupás megaboxot. Mit rejteget számunkra? 5 dolgot, úgyhogy karaktert nem nyitunk, de legalább egy csomó Power Pointot, például Mr. P. És 10 tiket azért az elég jó. 10 tiket azért elég jó. Úgyhogy Milan, hát... gratulálok a Mr. P-hez és a Star Power-höz, úgyhogy remélem, hogy örültél neki. Köszönöm szépen a karaktert, én megyek is a következőre. Itt is lennénk Bence Kovácsnak a karakterén, akinek fogok nyitni most ládákat. 81 kis láda, 6 nagy láda, 1
Mega Boss, gratulálok a 14 000 kupához, és 25 brawlerje van, hiányzik neki Pam, Mortis, Jean, Mr. P, Spike, Crow, Leon és Sandy is, a drop rate-je pedig, úristen, Leon 349 kupáért, köszönjük szépen, nem kérünk belőle, a drop rate pedig 0,56, 0,25 és 0,89. Na, nézzük is meg, kezdjünk a kisládákkal, nem tudom, hogy Star Power-t nyithatunk-e, gyorsan lecsekkolom, igen, Bali-ra nyithatunk, esetleg valakit tudunk-e fejleszteni. Nem úgy néz ki, na mindegy akkor. Let's do this! Valami legalább egy Star Power-t létszik-e? Ó, 8 gem. Na végre! Ezt már szeretem! Ez jobb, mint egy Star Power! Ez jobb, mint egy Star Power. Ott van Pam Baby! GG Bence! Bence? Igen, Bence, jó. Na, ki is cserélem Pamre, csak hogy amikor belépsz a karakter, akkor egyből meglásd azt, hogy milyen királyságot nyitottam neked, és most... Ó, na ott a Star Power is! Ezt már szeretem! Ezt már szeretem, na végre! Megabox! Let's see! Lehet szív, valahogy Megaboxból sose szoktam semmit nyitni. És most se fogok. Na hát igen, ez így van, sajnos. Carl, Daryl, Colt, 8-bit Rózára kapunk sokat. És 5-tiket, és 6 gem. Azért nem volt rossz. Azért nem volt rossz, hogy a Megabox, maradjunk, annyi van. Gratulálok, Bence, remélem örülsz azoknak, amit nyitottam neked. Köszönöm a karaktert, én már megyek is a következőre. Köszönöm szépen a ládákat! Troll, istenem. De van Crow-ja, 3-as szinten 500. Mi? 3000 kupára van Crow-ja. Meg Spike-ja is! Ezt a nyomorékot. Baroms. Na, nézzük is meg, kezdjünk is bele a ládákba. Bönce karakterén 93 kisláda, 14 nagyláda és egy megabox található. 27 karaktere van, szóval 3... Ezek mi? 4 legendary jelzik, 1 mitik és 1 epic karakter. És a drop rate-je pedig 0,03. Ú, de alacsony az legendary drop rate-je, nagyon durva. És egyébként mindenhol láttam itt Leont a shopba 349 gemért. Azt hiszem meg, hogy Star Power-t tudunk-e nyitni. Nem, de sejtet tudjuk fejleszteni, akkor esetleg tudunk Star Power-t nyitni. Ezen felül más szerintem nem tudunk fejleszteni, csak sejt. Jó, akkor amint megvan az elegendő gold, fejlesztünk sejt, hát nyitunk egy Star Power-t. Meg kell adni a lehetőséget mindenféleképpen. Akkor fejlesztjük kérem szépen a Shenit, és akkor tudunk Star Power-t kapni esetleg a Shelly-re. Most már arra is megvan az esélyünk. Ha Star Power-t nyitunk, az nem viszi lejjebb a drop rate-ünket, szóval Star Power-t nyitni nem rossz dolog. Mm-hmm. Jó. Na. Menjünk a kisládákkal, nézzük akkor a 14 Big Box mit tartogat számunkra! És ott is van, baby! Ezt már szeretem, ez az! Ott a Max! Max to the Max! Haha! Na! Ez az! Nem távozunk üres kézzel, de nem a epiket, hanem egyből a mitiket nyitottuk ki. Úgyhogy GG Bence! Gratulálok a Maxhez, be is állítom neked ide. Gyönyörű! Gyönyörű! Big Boxból nem annyira szoktam onnan is a karaktert, leginkább kis boxból szoktam nyitni egyébként. Most olyan adják ezek a big bossok, és még gem is volt benne, gyönyörű. És még van hátra 11 darab. 11 darab. Tökéletes, és akkor nézzük meg a big boxban. Big box, mega box. Nem tudok már beszélni se konkrétan. Nem tudok már beszélni, összezavart ez a... dolog, de nem. Nem nyitunk semmi újdonságot, csak powerpointokat. Az se baj, 48 rózer és 3 ticket. Na! Hát Bönce, hát gratulálok a Maxhez, remélem, hogy örülsz neki, és köszönöm szépen, hogy uradtad a karakteredet. Én már ugrom is át a következőre. Nézzük csak. 72 kisláda, 4 nagyláda,
és 28 karakter, tehát 4 lega és 1 mitik hiányzik. Star Power tudunk-e nyitni? Hát nem úgy tűnik egyelőre. Sok karakter van, aki közel áll a 8-as szintnél való fejlesztéshez, de pont nem. Úgyhogy valószínűleg nem fogunk Star Power-t se nyitni. A drop rate-ünk pedig ezen a karakteren nem más, mint 0,26 és 0,08. Na, akkor kezdjünk is bele, a mondó vagyok. Nézzük meg, mi lesz. Nem, minden esetre Rui Fui Pro, köszönöm szépen a karakteredet, én már megyek is a következőre. Na, akkor itt vagyunk Samóca karakterén, 150 kisláda, 12 big box, és nézzük meg a karakteren, 29, azaz 3 mega és egy Mr. P hiányzik. Star Power nyithatunk-e? Yep, nyithatunk. Kérdezhet, hogy tudunk-e fejleszteni még valakit, hogy hát, ha nyissunk még több Star Power-t. Úgy néz ki, hogy nem, de több karakter is nyithatunk Star Power-t. Nézzük meg, hogy mennyi a drop rate. A drop rate-ünk nem más, mint 0,26 és 0,09, az nem annyira alacsony, a legendary-t tekintve. Nézzük is meg, hát nyitunk valami finomságot. Oksa Milán, szia! Szia Gábor! Na! Itt is van, nem tudtam megállítani ott. Pont a 100. ládában. Aha. Ebben a videóban be tudom vágni, hogyha világít. Még egy Star Power. Nem rossz, maradjunk annyiban, nem rossz. Bár lehet, hogy csak karakternél világít, nem tudom. Ha már állítás, van egy lada itthon, ha eljössz, kinyitottad és veszíteted is. Köszi, szívesen vezetem a ladát, én inkább Star Power-öket, meg karaktereket hitogatok, úgyhogy köszönöm szépen, Paltik, minden esetre a felajánlást. Hát azért Star Power-ből gazdagon kaptunk. Hát, kis boxból nem nyitottunk ki, figyelem a big boxnál most már a számokat, most már tudjuk, hogy itt villog. Hát sajnos nem nyitottunk karaktert, elég sok láda volt pedig, 4000 gold, Jesus Christ, 90 gem, úgyhogy köszönöm szépen mindenkinek, Szabócának köszönöm, nektek köszönöm, hogy itt vagytok, de Szabócának pedig köszönöm a karaktert, és én már megyek is át a következőre. Nos, játszok, itt is lennék Dragon Best karakterén, akinek 26 brawlerje van, itt látható, hogy mik hiányoznak neki. Star Power-t ezt nem tudom, ezt az előbb lecsekkoltam, a drop rate-je pedig nem lenne más, mint 0,26 és 0,08. Az a 0,08 sem rossz egyébként, nézzük, hogy nyitunk-e valamit. Bullhoz kéne nagyon sok Star Power egyébként, Star Point, bocsánat, hogyha szeretnénk egy Star Power kitni, de valószínűleg ennyit nem fogunk tudni összeszedni ennyi ládából. Nézzük csak meg, legalább hát, ha egy karaktert nyitunk. Kisboxból semmi. Na nézzük, hogy a drop rate mennyire változott. 0,8 valamennyi volt. Vagy 0,914. Nem rossz, nem rossz. Bullet nem tudjuk fejleszteni mi. Messze állunk tőle nagyon. Na nézzük, az 5 big boxban mi lesz. Hát nem. Be sem. Áj! Bocsi! Új! Ez nagyon hirtelen jött. Ez a tüsszentés. És úgyis játszok, nem voltam Olaszországban, jó? Na. És hát nem jutottunk semmit a big boxból se. Hát a megabox. Hát a megabox megment minket. És nem. Ó, elég sok powerpointunk van. És sok mindent kaptunk.
Na, 500 gold, gimme that. Gimme that. Na hát, Dragon Bass középen a karakter, de sajnos most nem jutottunk semmit. Hát, ha majd legközelebb, köszi szépen a karitén, mert megyek is a következőre. De hát én most nem is megyek a következő videóra, ugyanis ennyire volt idő erre a videóra, erre a ládintós videóra, de a következő részben már még több ládát fogok kinyitni, és ha szeretnéd te is, hogy kinyissam a te ládádat a legközelebb, akkor mindössze annyi dolgod van, hogy egyrészt gyűjtesz ládákat, ugye most hétvégén van a Roborámban, szóval még tudsz ládákat is gyűjteni, hogyha szeretnél, és ha megvannak a ládák, minimum 70 ládára van szükség, 70-75 plusz a Big Box 3-at ér, a Megabox pedig 10-et ér, úgyhogy így számolt ki, hogy van-e minimum 70 ládát. Innentől kezdve egy dolgod van, írsz nekem egy e-mailt a zsomacladintás@gmail.com-ra, leírod, hogy mennyi ládád van, küldesz egy képet a ládaidról, hogy bebizonyítsd, hogy tényleg van annyi ládád, és egy csomó, hát scammer volt tulajdonképpen, mondtak, hogy ó, van 150 ládám, mizé nincs ki Zsomac, és egy ládájuk sem volt. Szóval kérlek szépen, küldjetek képet, és a Supercell ID-tokra van szükség még ezen felül, ha nincs, akkor csináljál, körülbelül 2 percet tudsz csinálni egyet a játékon belül, a beállítások Supercell ID fül alatt, ez az e-mail cím, és amikor megy a livestream, akkor belépek az e-mail címeddel, beírom az e-mail címet, kapsz e-mailbe egy kódot, azt beírom, és utána pedig tulajdonképpen meg is vagyunk, és ládanyítós livestreamen keretén belül kisítom a Facebookon, úgyhogy nagyjából ennyi, gyűjtsétek a ládátokat, aztán írjátok egy e-mailt, és onnantól kezdve már minden menni fog. A következő ládanyítós live az update után érkezik, szóval kijön az update, valószínűleg jön egy új karakter, és akkor utána jön is már a következő ládanyítós livestream, úgyhogy ennyi lett volna mára ez a videó, remélem, hogy tetszett, ha tetszett, nyomjatok egy lájkot, iratkozzatok fel, ha még nem vagytok, iratkozzatok fel a másik csatornámra, és várlak Facebookon. De ha Facebookon, bocsánat, nem tudok beszélni, a livestreamben, amiben puslak 20 000 kupára, úgyhogy legyetek jó srácok, találkozunk a legközelebb is. Sziasztok!